Köszönjük szépen a szót a kedves külföldi kollégáknak is, én jó magam Pirsz vagyok is, ezen a mérkőzésen a szakmai szántsegédem nem lesz más, mint Darcik. Szia Darcik! Szervusz Pirsz, én is üdvözlök mindenkit, így töretlenül harmadik mérkőzés, vagyis hát a második. Az, ami érkezni fog lassan, Giants, illetve Fanatic összecsapást láthatunk majd hamarosan, viszont hát a tavalyihoz képest eléggé megváltozott a felállása mind a két csapatnak. Nézzük is a Giants-ét! Így van, felsősén Flex is, Memento ugye Jungle-ben, Knight középső ösvényen, és ugye Hiku is Hustlin játszik majd az alsó ösvényen. Ez a Hiku, ezen sokszor mi is gondolkodtunk, és legalábbis én főleg, hogy ez most mennyire lett Lee Sin-es név, vagy nem. A Hiku, meg a Hiku, az persze nem ugyanaz. No de, igen, ők a Giants-es játékosok. Ugye Pepi körépített csapat meg kicsit teljesen megváltozott, hogy tavaly nyár elej óta, és gondolom, hogy ezért az új Giants-es sokkal erőteljesebb volt, de még most sem az igazi. Viszont ugye minden egyes csapatnak adtunk időt arra, hogy kicsit egy begyurmázza magukat, és itt a Fnatic. Szóval ez felső ösvény Amazing Jungle, Caps a középsőn, Reckless, illetve Jesse pedig az alsó ösvényen. Mint már egy lassan összeszokott páros. Igen, földrengés volt a stúdióban, mindenki jól látta, kicsikét megrémült a kameránk, de most már jól van, ahogy látjuk, mondjuk lehet, hogy is vacogat, meg kicsikét azért hideg van. Ez a meccs az a meccs, amire az ember megtippelni kapásból, hogy 2-0, de a Fnatic javára, viszont azért a Fnatic sem volt annyira magabiztos, hogy azt lehessen mondani, hogy simán bármit is körre fog majd igazából övezni ezen a meccsen, és olyan hamar fölül tudnak kerekedni a Giants csapatán. És ne felejtsd el, hogy eltelt egy hét, az Isten igazából adott 3-4 nap szünet volt az, amikor tisztességesen ugye menedzserekkel leülnek az edzők együtt, a játékosokkal mégis mit, hogy kéne csinálni a továbbiakban, fejleszteni, és átértékelni az előző hét teljes eseményeit, a lehetőségeit, de nem is szaporítom tovább a szót, érkezik hát a bajnok választási és tiltási fázis. Shen az első tiltása a Giantsnek, amire hát egyből láthatunk egy Camille tiltást a felső ösvére, ez persze piros oldali tiltást várhatjuk, ami fontosabb lehet az a Giantsnek a következő tiltása, hiszen náluk van a lehetőség, náluk van a labda. Az első mérkőzésen egészen biztosan, Shennel én szerintem már elő is vetítették, hogy ők véd meg a lövészet kompozíciót nem akarnak, tehát két lényt azt megvonnák a Fanatiktól, Recklessre nem akarják, hogy építkezzen. A vörös oldalon játszó csapat Jint is elveszik tőlük, így pedig, hát én szerintem megint csak félig meddig mind a két tiltást a lövész ellen irányítják. Teljesen jó döntést lehet, ez a Camille és Rengar nem lesz. Ez majdnem, hogy 100%, azért a tiltásban nem lehet véletlen tiltani, ott nincsen semmilyen lehetőség az újra kreálásra, bár volt már rá példa. Na most ugye a lövészerek általában a második tiltási részre fognak, szoktak érkezni, mint tiltások. Ez a Jean Recklessnek teljesen egy erős profilja ugye ebben a szezonban, legalábbis eddig az elmúlt hét alapján. A Varus, és mindig várom, hogy igazából Lucian-nek az érkezését, hogy végre valamikor újra az új passzívját kihasználja, hogy valaki végre lássa benne potenciál, de jelen pillanatban azért a Lucian-nél, a Varusnál, nem a Lucian-nél igen, de a Varusnál még lehet egy kicsit más karakter is látni, de ettől ez meg ki fog szépen lassan derülni. Ryze választás Knight-hoz jöhetne. Én gondolom, hogy kették páros egy teljesen jó megoldás volt az előző héten, viszont Kha'Zix is szabad, és emellett, hogy még szabad lehet igazából a Lee Sin tiltás miatt, az Alice, bár ez eddig majdnem mindig szintén áttorlódott ugye második fázisra. Jayce szabad, Nautilus Maokai szabad. Ha tankos, agyibasztó felső ösvény párbajt várunk, akkor ezekből a karakterből lehet most választani. És persze est is el lehet rángatni. Ezzel már csak ugye a Varus a mostani metában, mint igenis választásra méltó karakter. A támogató Malzahar pedig megjön Jessishez. Fincsi. Jó döntés. Memento Rek'Sai? Ja nem, hát Kha'Zix. Jó döntés, hogy egyből egy pakkot hoz el a Fnatic az alsó ösvényre, hiszen így nem adják meg a lehetőséget egyszerűen a Giantsnek arra, hogy kitiltsák a támogatót Ashe mellől. Amúgy Zyra-t Giants már magáénak is tudhat. Ezzel piszkálódásra van lehetőségük az alsó ösvényre, arról nem is beszélve, hogy szerintem Malzahar ellen a játék korai szakaszában kivált kép jól működhet ez a hős, bár tény is valahogy lekötni kevés lehetősége van, de hát azt a pajzsot is le lehet szedni akár egy alaptámadással is. A lövész a kérdéses még egészen eddig, hiszen Varus az, akit elhoz a Giants. Az átütő nyilvessző és zára lekötti is csereber az alsó, és nem lesz túlságosan kellemes. A Malzahárnak
nem egyszer láttuk már azt a bizonyos sebzését, ami ki tud osztani már a második és hármas szintű is igazából, de eddig akárhányszor ott Zaira kiválasztva egy Malzahar ellen, általában a Zairának több sebzés szorult bele, főleg a legelső szintekben egy Malzahar szemben, ez pedig ugye kevésbé rendelkezik annyi lehetőség, hogy távolról lekövesse az aktuális Malzahar sebzést. Egy nyilvesszők szétszórásával lehetne a nyilzáporral sebezni, viszont ugye egy átütő nyilvessző az jóval hatékonyabb és erősebb képviseletet nyújt majd Zaira sebzés mellé. Ennis pedig ugye megsatszoltam, köszönöm szépen, nem véletlenül ülök itt. De hogy tényleg tudtam, hogy Ennis fog jönni. Éreztem, na. Amazing Lee Sin azért eléggé, hogy is mondjam, nagy szavású múltán rendelkezik. Ha nincs Lee Sin, jó az Ennis is. Kategória érkezett Amazinghez. Jace tiltás amúgy közben, amit láthatunk már a Fanatiktól. Ezzel én úgy gondolom, hogy a három sebzés, vagy három és fél sebzés egy tankos kompozíciót akarják a Giantsnél megfogni. A Giants pedig elesett egy tiltástól? Lemaradt egy tiltásról? Igen. Volt már erre példa. Ezt vagy meg tudjuk később az info, vagy pedig ugye nem, de most még egyelőre nincsen arról semmilyen tudomásunk, hogy miért nincs Giants-es tiltás. De a Jace választásával ugye megvan abszolút szabva, hogy vagy fiú... vagy fióra jön, vagy tankos párba lesz a felső ösvényen. Valamit én ma érzek a levegőben. És most nem tanálnak a kellemes illatára gondoltam, hanem kicsit ráéreztem a Fnatic választásaira most, meg a tiltásaira, és büszke vagyok magamra. Pedig azért még zsákmacska, minden karakter és minden csapat ugye a második héten. De akkor jöjjön a Nautilus Maokai párbaj, mert ugye Poppy is ki lett vágva. A Trundle látni még minimális esélyt, vagy Tatarantan Rumble, de sem nem a Giant, sem a Fnatic nem játszott sem Jungle-ben Rumble-t, sem pedig a felső esélyen eddig. Egy Vax Syndra elhozatal, amire talán Knight-nak van Rise lehetősége. Ez a karakter ugyanis most nincsen a tiltó listán. Ha csak nem az a második fázis első tiltása, de szerintem az nem bug. Tehát ez tényleg egy nem tiltás-tiltás. A Giantsnek Maokaira Firefog őt el is hozzák, egyébként így az egész csapat tankosabbnak hathat egy-egy csapatharcban, egy kicsivel, egy ilyen 20%-kal. A középső ösvényre pedig, ha jól megnézzük, amúgy fizikai sebzés van bőven, de... Koki. Még ilyet is. Koki. Ternapi Betsy Korkiból ne induljunk ki szerintem, inkább az előző heti Korkiból induljunk ki valamennyire, aminek volt beleszólása a kezdeményezésekbe. Na most egy Korki duki csomag arra nem jó, hogy menekülj, mert akkor nem sokat értél vele, bár baromnasor lopásra még néha az is jó lehet, ha ott marad még igazából az a kis, hát, mini-stukker. Aloi! Ilyen szó az kezébe, hála a jó Istennek, hogy tévedtem, és nem Maokai Nautilus párbaj lesz, hanem Aloi! A csápistennő érkezhet majd meg a felső ösvényre, és két lövészes kompozícióban nagyon kellemetlen egy ilyen tankkal barátkozni benne a küzdelmek közepén. Ámen. Köszönjük szóhoz. Na ez már ugye olyan jó meccsnek indul. Örülök. Igazi tankosság, vagy tank, az nem lesz a Fnaticnál. Aloi azért nem az igazi tank kategória. Viszont sebzés az dögével van, pláne egy ember kiszedésére. Ha jobban megnézed, Syndra, Ashe, illetve Malzahar is tökéletes erre a célra. De én még Alice-t is bátran ide merném sorolni. Tehát a Fnatic egy-egy ember elkapására tökéletes, így pedig egy kisebb előnyből hatalmasat alakíthatnak ki a játék korai szakaszában, középsőben még szintén talán. És ezt az előnyt kihasználva szeretnék minél gyorsabban befejezni a mérkőzést, ha ez viszont nem történik meg, a két lövészes kompozíció az nagyon fájhat nekik. Ma már mondtunk ilyet, akkor nem jött be, de én még mindig állom és tartom ezt az állítást. És akkor a csapatfelállás újra le lehet sasolni, hogy melyik mit csinál és hol. Ez nem tudom mi, ez én bezárhatom? Szerintem be. És minek most? Volt nekünk ugyanis problémánk. Mindig volt. Technikai. Mindig van probléma. Zsír. Technikai, mármint itt a stúdióban, vagy pedig adásban? Hallottuk a kommentátorok hangját. Ja, hát az elő szokott fordulni. Az, ugye az LCS tartjánál azért mindenkinek most kell bemelegedni az egész 3,5 napos szezonra. Minden probléma ilyenkor megjöhet, eljöhet. A villogó manák is még mindig itt vannak, jól látom. De ettől függetlenül ugye nagyon szépen kezdődött az első mérkőzés elme két csapatnak. Ugye Bio3 ez is, ami továbbra is egy nagyon jó
opció arra a Giantsnek, hogy ha egyszer megszorongatja a fönnettiket, akkor ahhoz kell majd még egyszer egy még egy megszorongatás, és nem csak ugye a mák faktorral lehet mondjuk egy erősebb csapatot megverni, de nagyon örülök annak, hogyha a fönnettének most nehezebb dolga lenne, mert akkor lehetne látni azt mondjuk, hogy milyen, amikor ténylegesen harcolnak. Várusz pedig megeszi az első komolyabb sebzések, lesz olyan a válasz szintén, kis 1v1 párbaj, egyértelmű hazamenetel lesz ez majd Hikutól. Lassítás, folyamatos. Igen, ez érződött is. Hagynám. Reckless mit szeretne még elérni itt? Gyújtás ugye jelen pillanatban még van mind a két lövésznek. Kicsikét mélyebbre megy jelenben Reckless, mint kéne, de így biztosan haza tud menni ugye Hiku. Majd még egy kis áldás belefér, neki is van vesztett életereje, jobb, hogyha még hazamehet gyorsan idő előtt. Ha Hasztin engedi! Ha! Ez viszont így Reckless-nek egy baromi rossz kezdés lesz, mert most már nem mehet haza. Vagy tapasztalat, hogy majd ott fog bukni biztosan az esvényen. El is használt egyet, hát a három darab életerői talában. Hosszú karddal kezdettem, hogy mind ő, mind pedig Hikyu, aki szintén nem töltötte fel maximumra az életerejét, de legalább haza tudott térni. És így egyel több életerő itókája lesz. Amúgy egyik támogató sem hozott égetést, így ha más nem, legalább az a bónus sebzés hiányozni fog tőlük. Viszont egyikük sem gyógyít vagy ad pajzsot. Tehát mind a ketten rámehetnek a piszkálódásra. Kérdés csak, hogy melyikük meri ezt agresszívebben megtenni. Reckless, Jessis pedig. Csak nekem tűnt ilyen bugosnak picit. Az elején láttad. De, ahogy lehet is látni már most Strópolva, megkérdeztük tőletek, hogy szerintetek ki fog nyerni, mert az, hogy lesz egy Twitteres szavazás eredménye, csak egy dolog. Mi ezért itthon lehet, hogy mindent máshogy satszolnám meg nézőként, és máshogy szurkolunk a két csapatnak. Ezért is kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. A Strópol linkre kattintva. Adjátok le voksaitokat, hogy mégis szerintetek ki fog majd nyerni ezen BU3-as összecsapásban. Végeredményt szeretnénk érni, ami mindenképpen kettessel kezdődik. Kevsznek láthatjuk az első heti statisztikáját, egy kis információ róla. A dzsungeles az, aki a lehető legtöbbet volt a középső esvényt, tehát Amazinget talán most is várhatnánk, ha csak nem. KZX pedig ugye nagyon jól érkezik, és rávillanak abszolút szinkronban, szóval azra lesz még éppensége csáp. De a sebzés nem elég, és a korai villanás, nem is korai, hanem a villanás kihasználata után, mivel túlságosan messzire és komfortzónában nem került, követte kapásból a szinkron villanás Mementótól. Első gyilkosság a Giantsnél, és a teleport jön szóval kapásból. Nem akar lemaradni semmi jóságról. Jön is vissza a felső estvényre amúgy Mementó. Ez is, fájdalmas tud még lenni, hogyha Mementó mondjuk még egy kört jönne. Bár Amazing sincs már túlságosan messze. A krugok leszedésével végzett jól a sebzés Knight-ra és a kábítás szintén. Kifárasztás jó, hogy van Knight-nál, de egy ilyen alkalommal nem biztos, hogy időben kijön. Amazing pedig őrszemek hadán halad át. Így benézhet ugyan az északi dzsungel részébe. A Giantsnek viszont egyrészt nem talál semmit, másrészt pedig ezzel teljes mértékben tisztában van az imént említett csapat. Hogyha pedig Capsnek szeretne megint csak segíteni, ugye arról beszéltünk, hogy a legaktívabb Amazing a középső ösvényen, akkor a gyorsítás az rendelkezésére a Capsnek, és elegendő manát is sikerült mostanra már összegyűjtögetnie megint csak, hogy kábíthasson egy újat. Kábítás és gyújtás nincsen, csak kifárasztás Knight-on. Az alaptámadás miatt muszáj volt a kifárasztás kihasználni, semmiképpen se halljon meg. Aha. De a Volkür elég volt a meneküléshez, nem kellett villanni. Ez valahol jó ír Knight-nak, de nem áll annyira fényesen, mint szeretne állni. A középső ösvényen Caps-szel szemben. Fucsú! Amazing pedig ingyen taxizik a saját jungle-ében. Rálátás is biztosít. A felső esvény, a Fex is hazament vásárolni. Ő akkor, amikor szeretett volna, nem akkor, amikor kinyírják, szóval mindenképpen jobb pozícióban van most. Szóval azhoz képest, ráadásul még úgy villanása is van. Kettőjük párbaj 6-os szint körül valószínűleg majd el fog indulni, amiből egy hasznos villanás ki lehetne éppenséggel szednie majd. Szóval az is Amazing párasának ebből a Flexisből. A gyökerek pedig nem bírnak magukkal, sebeznek dögivel. Lesz-e neked piszkálódás? Amúgy vethetünk egy pillantást a kulcs mesterségekre. Különlegesség az talán az lehet, már persze amellett, hogy a villámfejedelem megint uralkodik, hogy a felső esvényen Aloynak mindössze csak egy széláldása van.
ami bónusz mozgási sebességet jelent majd, ha berobbantó sebzést. Ezt tudja érvényesíteni, már pedig ő azt tudja érvényesíteni. Most is elég szépen tép Flux is. Maokáján. Ez még egy elég érdekes szám, legalábbis számra, hogy 97%-on van terhelve a GPU-nk, hát csak nem fog felrobbanni nagy valószínűséggel. A GPU, a videókártyánk, de hát ha még egy darabig bírja, meglátjuk, hogy mikor fog füstölni majd a stúdió, szólunk előre. És utolsó mondat, hogy még azért elmondjuk az imáinkat. Knight pedig megint megkapja a sebzés kőkeményen. Ettől a szintrától is igazából nem volt olyan képesség, hogy meg tudott volna védeni. Ki tudott volna védeni, ki tudott volna dodge-olni, ki tudott volna lépni előle. És még csak a végső képesség most fogva megérkezni majd Capshez. Felső ismerre érkezik amúgy a kék ping. Mivel, hogy Memento ide szeretne valószínűleg majd érkezni ezzel a Kha'Zix-szal, nincs villanása ugyanis Soeznek. És még a hatos szinttől is egy kicsikét odébb van. Aloy tehát jelen pillanatban büntethető, és az őrszemezése is lehetőséget ad a beérkező Kha'Zix-nak. Első tornyot pedig, hát ha nem is elhozni fogja Fnatic csapata, de szépen lesebzi. Nincs még hatos szintű Caps, ezért nem tudja befejezni ellenfelét, akinek amúgy kifárasztása nincs. Viszont még életben van. Memento az őrszemét megkörnyékezve, vörössel kiegészülve azért egy elég komoly rajtidős el fog majd szerintem érkezni lassan a felső vagy középső ösvényre. Amazing pedig jó helyen járkál Memento javára. Van itt Pengecsőr gang leader, van itt Pengecsőr csatlósok, hátul pedig ugye látjuk jól, hogy arra vár Memento, mikor csaphat le majd a kis ízett lábaival. Örszem pusztításban van Knight, de 6-os szintű szindra. Kifárasztás pedig nincsen Knight-om. Ez a halálát is jelentheti. Tény, az a kis varázsállás, amit sikerült vásárolni, az lehet, hogy néha az életét fogja jelenteni majd szindrával szemben. Nem mondom, hogy egy biztos pont, az átok nyelőnek egyik alappillére mindenképpen nagyon hamar fog kelni majd Knight-ra, hogy ténylegesen vállalhasson is valamit szindrával szemben. Kettő darab Doran gyűrűjének köszönhetően Flux is egyelőre jól fel tudja tolni a felső ösvényt, és farmenőt is ki tudott alakítani. Persze közrejátszik az első gyilkosság elhozatala is Memento segítségével, de összességében szép teljesítmény, hogy Maokai helyt tud állni ösvényen Aloival szemben. És ami még ezen kívül fontos, az jelen pillanatban a statisztikai táblázatunk. Az első mérkőzésen a feladott tornyokat nézhetjük. Az első BO3-as meccs keretein belül a Giants elég hamar feladja azokat az első tornyokat az alsó ösvényen. Na, akkor az első gyilkosság után azért egy kicsit leültünk, de nem azért, mert mondjuk Souls ne szerette valamilyen párbajt kezdeményezni, nem csupán azért, mert a villanások kimentek ugye azon a bizonyos helyen, ami ugye fontos volt Souls számára. Teleport viszont visszajött nála, lassan a Flexisnél is. Az első sárkány, amit látunk, az egy felhő sárkány, szóval annyira nem fog összedőlni a világ, hogyha azt valaki elhozza, de azért mindenképpen az ingyen sárkány még nekik is jól jöhet. Erre azért majd kalkulálni fog egyértelműen a Giants is. Ugye a sárkány odujához való odaférkőzés most kicsit komfortosabb Fnatic részre. Amazingnek pedig jön a vendéglátó Memento. Köszönöm az ingyen kávét, meg a vöröst. Viszlát világ! 2-0 most már Mementónak, ugye gyilkosság és haláli aránya, ahogy a csapatgyilkosságok is, megindul Kha'Zix, ami nagyon kellemetlen tényező. Mind Syndra-nak, mind annak a csapatnak, amelyik kevesebb tankossággal rendelkezik, ahogy ezt már ugye a tiltási fázisnál is elmondta Darcy, hogy tankosság nincsen sok, ergo Kha'Zix fog fájni mindenkinek. Magyar. Azt tuti. Amúgy egyik dzsungelesnél sem volt sújtás, tehát ez a vörös elhozatal, ez sújtás nélkül történt meg. Memento pedig a lehető legjobbkor tudott megérkezni, ugyan őrszem. Az nem volt a vörös Cedar hátnál, de én szerintem maga biztos volt Memento nélkül is. És a szép gyilkosságot tud elhozni a Fnatic csapatától, akik viszont az egyemberes elkapásokban egyelőre nem jeleskednek. Noha ezt emeltük ki ugye kompozíció kapcsán. Ötös szintű még mindig Jessiz az alsó ösvényen. Ez pedig egy érkező Souls. Ja. A csápjára teleportált, ő megteheti igazából, hogy becsápolódjon a felső ösvényre. Amazing pedig őrszem pucolásba kezd bele. Azért ő 6-os szintű, míg Memento már több mint 7,5. Ami nem azért baj, mert Amazing le van maradva, hanem az a baj, hogy Memento ugyanakkor a szintű, mint mondjuk Ash.
Miközben ugye a szavazásnak az eredményt hamarosan meg fogjuk nektek majd mondani konkrétan, sőt most, hogy 81% Fnatic Drucker tartózkodik most itt köztünk a Magyar LoL TV élő adás alatt. Akkor hajrá, Jai, Fnatic, mondja a magyar nézőközönség. Mi pártatlanok vagyunk, de hajrá, mindegy. 2-0 ugye a Giantsnek jelen pillanat az állása. Van honnan visszajönni a Fnaticnek, bár ez még azért nem egy tényleges kellemetlen lemaradás és hátrány. De azért azt ne felejtsük el, hogy pont ennek voltunk sokszor is. Egyrészt, hát elsősorban néztük végig ugye ezenek a visszatérésének ugye a menetét a Unicorns Labnak köszönhetően, hogy hogyan lehet visszajönni egy bukott early gameből, vagy félig bukott early gameből. Ez még nem az early game bukása, csak Mementónak a jó mezőgazdasági farmolási készsége. Hát farmolás, meg végül is a csempokat. Jó közgazdász lesz belőle. Jól kalkulálódik Mementónak jelen pillanat az állása. Miközben köszönöm szépen az üdítőt kedves Tamásnak, aki szintén kis, de inkább Tana. Tamás. Mi az? Ja, elmentünk egy másik irányba. Látom az arcodon. Jó, bocsánat. Megvan amúgy az átok nyelője Knight-nak. Innentől kezdve a szóló gyilkosság lehetősége Capsnél, nem csak az átok nyelő miatt, de pusztán amiatt a tény miatt is, hogy van egy kifárasztás vele szemben az ösvénye minimális, és mégis mer agresszíven fellépni, ezt most is láthattuk, bár már azért a visszapokon is jelen volt. Rex is pedig válaszol, és ugye ez egy tiszta lélekpróba tétel most. Szóasztól a sebzés érződik, Rex is inkább ki is vándorol ebből a távolságból, hogy kevesebb sebzés kapjon az átkot, így is úgyis el fogja viselni, hogy megkapja. Mementó pedig felhősárkába kezd bele, és Amazing jó helyen van, de a hátrájának köszönhetően egy felhősárkány nem fogja a vérét áldozni. Igazán Mementón fog ez megint csak segíteni majd ugye a harci álláson kívül, amikor ugye nyugodt állapotban van a kedves Kha'Zix, akkor nyugodtan lehessen majd csak így gyorsabban és komfortosabban közlekedni a pályán. Jó dolog a felhő sárkány, de nem esünk tőle össze. Megint jó a próbatétel Flexisre, Szóasztól. És megint látjuk magukat, hogy inkább kisétál ebből a távolságból, hogy ne kelljen tényleg azt a push-sebzést feleslegesen elszenvednie. Imára másodjára. Memento. Az a kék az megvan, Caps az, aki azt mondta, hogy inkább falon túl szerelem lesz a Syndra. Lehetőségei meg is adják, hogy megtehesse ezt a kék golem erősítéssel. Ezzel biztosítja a saját buffját kell biztosítani ugye most a Fnaticnek, ergo Mementónak az erőnye mindig érződik. Reckless pedig Darcy kedvencének, Troja skinjének tesz eleget, és ugye táncol, jön a teleport, érkezik Flex is majd szépen lassan, Mementó érkezik Recklessre, már most villan, Flex is így már jobb pozícióban lehetne, Reckless viszont még éppenséggel él, ezzel pedig be fog robbanni, és Jessis marad hátul, amit Mementó hozhat végül el. És ugye ezt mind lereagálta, szóval az egy semmivel, mert neki nem is olyan régen ment ki a teleportja megint csak, és még nem töltődött vissza. Giants lépés elő, most már viszont biztosan, mert ezt Storyot fog írni, plusz arany, és nem is kevés, majdnem 3000-re fog rúgni, sőt, annyira rúg. Ugyan két tornyot el tud cserébe hozni a Fnatic valószínűleg, a felső ösvényen egészen biztosan, szóval ez bedönti, nem, a középső nincsen meg. No Caps és Amazing is ott volt. Én azt mondanám, hogy gyönyörű szép eddig az elképzelése a Giantsnek, a Fnatic pedig próbál reagálni, de ez nem túlságosan sikeres a részükről jelen pillanatban. A visszajátszásunk során láthatjuk, hogy Reckless nagyon-nagyon spórolt a villanásával, valószínűleg nem tudta az érkező Flexist, aki pedig amúgy be is tudta őt fejezni. Épp hogy nem kettős gyilkossága volt az imént említett Maokai-nak, Mementó tudta ezt elhozni, még miközben menekült ez a Malzahar. Tény és való, hogy jelen pillanatban 4-0-ás lemaradásnál egy sárkány előnyt is fel tud még mutatni a Giants, viszont kettő tornyot döntött mostanra már a Fnatic, tehát próbálnak a mérkőzésben maradni, és a lemaradások mindössze 1000-1500-ra tehető, tehát ez még tényleg nem az a lemaradás, ami egy mérkőzést jelentene, de azért jó lenne, ha összekapnak magukat. Ezekben a percekben a 25-30-ig biztosan kellemes a farmokból is globális lehetőségből aranyat szedni, mert azok ugye féltárgy előnyöket jelenthetnek, és amikor egy-két tárgy még csak készen, ott van egy plusz féltárgy, az előny. Ez persze a 35. és 45. perc között már nem jelent túlságosan sokat. Hárman ölik Flexist, a tankot, the tankot, miért is ne, sőt négyen már visszavislép Jessis, eddig tankot a tornyot, Amazingnek ez fáj valamennyire,
És emelkedése neki már nincsen flexis! Ó, majdnem! Majdnem elviszi magával Amazinget, ami egy jó hír lett volna számára, mert mindeközben három fővel robotol a Giants a felsősvény T2-es tornyára, szóval az már megy haza. Kihasználta ő is a teleportját valahogy, de kevésbé sikeresebben. Mint ahogy ezt már Flex is megtette, hogy az előbb Reckless és Jessis megölésével, ez a torony pedig valószínűleg meg kell, hogy legyen. Szóval az ugyan jön, de már csak a farmot fog elérni valamilyen szinten. A középső ösvény viszont Caps az, aki nagyon messzire megy ki. Szépen lassan azért, hogyha nem lenne Amazing itt a mellette az ellenfél jungle-ében, akkor lehet, hogy vissza is kell lépnie korábban az érkező sebzések miatt. De marad a 4-1. Ugye a Flex is halálával az első gyilkosságot elhozta a fönnetik, és még mindig ott vagyunk, hogy van előny a Giantsnél, és most már ugye a 2-1-es torony állásból 3-3 lett, és T2-es tornyot cserélt a Giants, szóval igazából egyenlített is, és egy fontosabb tornyot hozott el. 16. percben, ami azért nem egy kis szó. Ez megint csak a mérkőzésen kiosztott sebzés a játékosoktól. A legnagyobb különbséget szeretném kiemelni a dzsungelesek között, ami Memento számára szerintem egy... Hát szerintem ő szép sebzést osztott ki egészen ideig, szemben Amazinggel, aki viszont eddig hozzá se szagolt az ösvényekhez és az ellenfél hősökhöz. Visszajátszásunk során a nagyon-nagyon lassú gyilkosságot láthatjuk. Flex is amúgy megkapta a nyilvesszőt és nem nagyon zavarta, futott tovább ugyanúgy. Végső képessége pedig rengeteg tankolási lehetőséget ad számára. Amazinget amúgy korán beszerette volna fejezni Flex is. Ezért is robbantotta be valószínűleg a végső képességét, viszont erre épp hogy nem volt lehetősége. Hát a méregcsíp is az előbb jött. Elvillant ugyan a Hustin, hogy ne kapja el ez a kristályi önvesző, de egy hikkúnak kellett végül ugye a sejmevét használni, amit ugye már Darcig az előbb ki is akart emelni, hogy már kettő is elkészült ugye a Giants oldalán, ami azért ez fontos, mert a kezdeményezésről sokat beszéltünk már a meccs elején is fogunk is, mi a kristályi önvesző egy erős kezdeményezés, de ott van Syndra is, ott van a Gubó is. És ugye ma az a hár végső képesség, igazán még egy pecséttel rányom az egészre. Ezek ellen jó, ha a sejjelböv készen van és lehetőséget nyújt. Nem gondolom, hogy szeretne ezzel a kompozícióval csapatharcolni a Fnatic, akár az egész mérkőzésen is. Viszont szóval ez mégis a csapat közelében tartózkodik, szinte az egész mérkőzésen. A teleportját is amúgy erre használt el. Ami szerintem egy megkérdőjelezhető lépés a részéről, hiszen neki annyi volna a dolga, hogy Maokai-t egy-egyben egy szélső és finyen szana szétveri. Ha ketten mennek rá, akkor pedig a csapat harcot a csapat a máshol kéne, hogy megnyerje. Viszont egyelőre, hát nem nagyon követik ezt. A Fnatic játékosai az első befejezett tárgy Amazingnél pedig majd egy Liant vigyötrelme lehet. Ez szintén egy olyan tárgy Alice esetében, amit szerintem ritkábban láthatunk, legalábbis első befejezett tárgyként. Ritkában, tehát ezzel igazából a kezdő löketet megkapja ugye a karakter, mint sebzés hordozó idézőjelben. Persze a játék elején neki sem úgy alakult, ahogy szerette volna ezt Mementóval szemben, és ugye még azért a 600-as összsebzésen egyértelmű, hogy ezen van mit popozni. Ezen ez a tárgy fog segíteni, tény? De inkább a tankosság felé kell majd nyitnia önmégzőnek is gyakrabban, mint mondjuk ugye még több sebzést lehetett vásárolnia. Meglátjuk, viszont a cipelő és neki még azért csak egy gumicsizma, azon is kell még dolgozni. Ugye csak ő van hátra, aki még nem vásárolt cipőt és nem fejezte volna be. Most pontosabban nem véglegesítette volna. Ez is a lemaradását tükrözi. Vannak farm különbségek, Caps picikét persze meg van lódulva Knight-tal szemben. Az egész ösvény fázisban láttuk azt, hogy Knight mit kap ettől a Syndrától. Hiába volt vak választás, nem volt jó rá egy tökéletes ellenhívás, úgy gondolom ezzel a korkival. De még a csapatharcok nem történt meg. Nem történt még meg, csak Flex is kerületés egy 4 emberrel. Ez nem mondanám csapatharcnak, legalábbis. A játék elején azt mondtam volna, hogy a középső és az alsó ösvényei jobban teljesít a Fnatic, mint a Giants, viszont... Hát talán a két halálnak köszönhetően, amiből amúgy a Giants alsó ösvénye nem vette ki a részt. Ők... egy kisebb fajta előre tehettek szert. A csapatharcokban... még mindig azt mondanám, hogy a kompozíció miatt a Giants élvezhet előnyt, de hogyha a magabiztosabb teljesítmény az ösvényfázisban ennyire alapos lenne a Fnaticnál, akkor még ez sem biztos, hogy feltétlenül érvényesülnie kéne. Kettő darab kifárasztás van amúgy a Giantsnél, tehát az egyemberes kikapások ellen ez tökéletesen alkalmazható, míg csak egy a Fnaticnál. Yes is.
Jessiz esetében. Én nem tudom amúgy ezt a srácot megtanulni. Néha Jessiz, néha Jessiz. Istányi vesző, Knight még elhasznált a csomagot, de azért nyakon csürték egy... egy kellemes ilyen csinos Istányi vesszővel. Ezért már a gyökerek is jönnek még egy pluszba kifele egyértelműen. Nem most akkor hova, akkor ide. De szépen látható azért ennek a toronynak a hátrányának köszönhetően. Azért még van ott egy torony, ami nagyon-nagyon-nagyon csípja a szemét a Giantsnek, az pedig a középsőesény külső torony. Ugye az, ami igazán elválasztja attól őket, hogy kellemetlenebb pályadominanciával vehessenek részt. Pályadominanciáról beszélek úgy, hogy az őrszem játéka mostanában a fönetének ugye csinosabb és talán mélyebbre nyúlósabb és átláthatóbb képet ad a pályáról. Ugye? Mert végig van egy tornasorszerű, mélyebb őrszem hálózat. De az igazán nagyon mélyek, viszont ugye a Giants pakolta ki. Ez pedig egy bukott torony. Ahogy igazán megismertem volna jósolni, ez nagyon csípte a csőrüket. Ezt el kellett hozni ahhoz, hogy a sárkányra, a baronra, Memento továbbra is mehessen majd ugye fukarkodni Amazing-eszen és ellopni mindent, ami csak éppessége lehet. Viszont a második felhő sárkány lesz ez már. Ami azért nem egy kellemetlen dolog. Főleg, hogyha a pozícionálási előnyét szeretné megtartani a Giants és hamarabb elindulni, érkezni vagy hívásokat megtenni. Ezekben segít a felhő sárkány. Puff. Igen. Nagyon szeretné kihasználni az erejét Caps, ezért is vásárolta minél hamarabb meg a Moralomikon után persze az üresség botját. Így sebzése az lesz a temérdek varázs ellenállással megáldott Giants játékosokkal szemben is. Ha jobban megnézed, amúgy már szinte mindenki vásárolt varázs ellenállást. Az egyetlen egy kivétel az Huslinnak az ájrája. Tehát tényleg mondhatjuk, hogy gyakorlatilag mindenki. Kettő darab átoknyelő van azon felül, hogy amúgy kettő darab sejemövet is vásároltak már. Tehát nem csak Capsnek a sebzését, de mellett Amazingét is tiszteletben tartják. Baronnasorunk amúgy már él cirka 2-2,5 perce. Így arra is érdemes lesz odafigyelni a játékosoknak. Például Amazingnek, aki most az alsó esvény környékén mutogatja magát, szóval ez pedig mellé nyúl. Mellé nyúl, viszont Amazing azért nincs túlságosan messze ahhoz, hogy beszálljon mondjuk egy kis buliba az alsó esvényen. Míg azért Knight, Huslin is jönnek kacsingatni a középső esvényre. Őrszemek vannak. Ott is, jól látja, Huslin is kigát takarítani valamilyen szinten. Memento régóta ott csücsül a vörös mögötti bokorba. Ez a párbaj pedig lassan már egy diavetítés lesz, jó? Gubo flexisre. Végső képessége mindenkivel még mindig megy. Nem a robbantás volt neki fontos, hanem az, hogy lehessen dunkolnia. Szóval aznak még van villanása, ne felejtsd el, ki a Mazar végső képesség, villani kell. Szindra épességgel mellélő, de az átütő nyilveszi az tökéletes ennek befejezésével. Viszont T2-es tornyot hoz a fönnehetik. Ez persze nem védi meg szintén a Giants ellen sem a középső ösvénye. Megint forma-forma csere. De 2-0-ás gyilkosság, hogy megint ugye a Giants részére, és ez már inhibitor védő torony. Ez már fontos. Erre Solas teleport kéne, nincsen. Erre Amazing érkezés kéne, nincsen. Es van, ő igazából nincsen, mert három emberre szemben nem jöhet be, nem sétálhat be csak úgy. A zónába, ez mindig egy inhibitor, ami egy szinkron hívásnak az eredménye. Giants jött ki belőle egyenes, egyértelműen sokkal jobban. Mindenki akar támadni, és végül mindenkinek védtelen maradt mindene. Szerintem az elképzelés az jó a Fnaticnak alapvetően, kompozíciókból ezt tudják kihozni, viszont az, hogy közben meghalt Jessiz, az nem volt pozitív számukra. Sőt, igazából az volt az egyetlen egy veszteség. Villanással kezdeményezett Hikyu, Capset akarták felrobbantani, és sikerült is számukra. Hogyha itt még túlélte volna ma, az a hár végső képessége már akkor se volt egyébként, és a kifárasztás is nagyon késő jön ki, és nem a legjobb emberre, hiszen Hikyunak volt sejemöve, mozgási sebességből pedig jól tudta pozícionálni. Vagy mozgási sebességéből adódóan jól tudta pozícionálni a nyilvesszőt, így megszerezte a gyilkosságot. 7 gyilkosság volt már a mérkőzésen, viszont ebből 60 Giants játékosoknál. 60? Úristen. Hát igen. És amúgy az éj kardját láthatjuk Hikyunak. 3400 arany előre tehető a Giantsnek a meglódulási bónusza Fnaticekkel szemben. Ugye lassan a barom nasvartánc is elkezdődhet az őrszemhálózat, szerintem nincsen panasz. Úgy gondolom, hogy a Giants ahogy illik betolt a kőkeményen az őrszemhálózatán az inhibitor mellé is, a vörös szederhát mögé is,
És még az alsó esény belső hármasában is látunk egy kisebb fel a teleportot, amit a Flexi... Teleportot? Őrszemet, amit a Flexi is pakolt ki. Ha netalántán lefele kéne jönni, vagy onnan fölfele kéne menni, lássam nagyjából mindent, hogy mikor kell visszább lépni. Szóhasztásai elől. Barad Nashor körüli őrszemeket pakolt ki, ugye a Giants most jön a fünetig ezt takarítani és a sajátjait kihelyezni. Ugyanis volt két hívás, ami szó-szó kijött úgy, ahogy mind a két csapatot, inkább a Giants felé billent a mérleg, de a Baromnashor tánc és a Baromnashorba való beleszólás és elhozása lesz igazán sorsdöntő a visszaérkezése, vagy a még nagyobb előny megszerzéséhez. Ezt még lekonfirmálta nekem a YouTube is. Kek. Adott időt, hogy kimondjam. Köszönöm. Ami nagyon tetszik a Giants játékában jelenleg, hogy mindenre próbálnak reagálni, még arra is, ami meg se történt. Tehát például Maokai építi már most az Azerot kaput, ezzel pedig AFK-ba képes megakadályozni Aloy előre nyomulását, vagy legalábbis lassítani, ha nem is teljesen megakadályozni. Új Reckless is vásárolt mostanra már egy sejemövet. Ő ugyan nem a nyilvesszőre, a romlás láncára, viszont ezzel próbál a képességre reagálni, és ami még a csapat harcokban nagy szerepet tölthet be, az bizony pont Recklessnek az esze. Őrá lesz érdemes odafigyelni a Fnatic részéről. Két droid a baronra Recklesstől. Szóval inkább csak egy drón legyen az, mint droid. Ezen látható, hogy még nem kezdték el. Nagyon szép Reckless farm, továbbra is. 2.82-nél járunk. 27. percben, és Soaz pedig... Vagy Soaz, ki hogy szereti mondani. Magyarosan inkább Soaz, de amúgy Soaz a helyes. A felső ösvényen ő azért oda tette magát egyértelműen, hiába volt Memento folyton. A közelben is veszélyfaktor, veszélyzónában volt Soaz, viszont a Memento 3 gyilkossága azért nem sokáig lesz érvényes, csak akkor, hogyha Caps és Reckless között táncolhat. A Malzahar végső képesség oké, okay. Tehát tank kevesebb van a főneletéknél, de ahogy már ezt Daci is elmondta, a legkötési készségei a játékosainak, a csapat kompozíciónak az óriási szingű targetekre. Baromnashor kevesebb, mint fél életed alatt. Ő mézi, még csak most fog elstartolni. Jön a kristályélvesző hátul Hasnirra. Még a Barami mindig él. Lehet jönni. Flex is nem tud menni a mézi, pedig nem tud a környékre érkezni. A Barom megvan a Giantsnek. És Flex is talán ott hagyja a fogát. De egy fa. Egy baronér. Ez minden piacon megéri. Ej, ej. Nagyon szép volt amúgy Flex is feláldozása. Mármint, hogy önfeláldozása. Hiszen Amazinget nagyon-nagyon sokáig, szerintem 10 másodpercig is távol tudta volna tartani a Baromnashortól, ez sikerült számára, és így a Fnaticnak a lopásra esélyesen volt. 4000-es az aranykülönbség, pont az előbb tértél ki rá, hogy 3,5 környékén stagnál ez az aranymennyiség, aranykülönbség a két csapat között. A Giantsnek viszont most előre kéne valahogy nyomulnia, viszont a tankjuk nem él, tehát az biztos is nem meg kell várniuk, hogy Maokai feledjen 10 másodperc múlva, utána pedig mivel nincs teleportja, ezért egy tömbben kéne végigvonulniuk valamelyik ösvényen. A kérdés csak az, hogy az alsót vagy a felsőt választják, miközben elhozza a felhősárkányt a felet. Én is kellett, mert azért három felhősárkány, mert tényleg egy repülés jelent a pályán. És ezt nem Korkira értem, mert eleve repül, hanem a többiekre. Az állás ugye 6-2. Most már ezt szépen lassan kezdjük elfelejteni, ne foglalkozunk lassan vele, mert nem annyira fontos, hogy pontosan hány, szám szerint hány gyilkosság van a meccsen. A tárgyak. A tárgyak készenléte, egy csapatharca vagy harcra készen állás igazából már a kérdés, főleg a játékosoknál, mint hogy pontosan most hány gyilkosan Mementónak. Eddig jó volt a három gyilkosság, de már nem számít túlságosan. Viszont Kha'Zix, mint karakter jelenléte, viszont számít. Ha neki adnak időt és nem kap cicit, lásd Malzahártól, és nem kap figyelmet, mint belőle most ahogy kap, akkor ő azért elfajulhat egyértelműen. A felső esélyt válaszza végül a Giants. Igen. Azért szóval sebzése nem rossz. A csár. Ez megint csak a mérkőzésre vonatkozik, ugyebár, de persze neki ott van egy ilyen szalvazsák, amit tényleg püfölhet és gyakorolhat rajta, de... Ez tényleg az. Próbatétele viszont nem volt... Ők egymást püfölik a felső esvényen. Soaz, illetve Flex is, de nagyjából ennyi. Eddig. Három csapat halcára persze, hogy 10 000-re be lehet dolgozni egy színdalának, meg aztán bőve majd Knight-nak is, de ahogy te is mondod, ugye több életerőt kell lepüfölni hosszabb ideig. Egyértelmű, hogy ez majd Soaznak még kicsikét növelheti majd az arany állása mellett azért a sebzés kiosztását is, de az első csapatharc még nem történt meg. Ahol ötelen egymás ellen próbálkoznak valamit hívni. Inkább ugye az objektumok megszerzése voltak erőforrások
felhasználva. Jó a sebzéskepszől, brutális a sebzéskepszől. Vajon átütése van már, hogy az csak úgy ámen. Hogy átokni a lőben, saját művek miatt, úgy is kell neki a varázs átütés, nem is csak a cipőből, hanem minden másból is, ha lehet. Mert úgy szindra a szindra, ha igazán üt sebzésben. Hihú. Annyira bitang sok varázs ellenállást vásárol magának a Giants csapata, és itt értsd akár a lövészt is, hogy nem vagyok benne biztos, hogy időben megérkezik hozzájuk a kellő mértékű sebzés. Most jelen pillanatban még ez megvan számukra, szóval de egy csapatharc elég lehet. Kezdőről jön szó, ez ő be fog menni, már flex is lépés az arcából, csak a lehet. Beúrik Mementói Jessisre, aki mindenkivel kellemetlenül érzi magát. Van még Mazar végső képesség, de nem elég jó. A sebzés jó, a nyilvessző és Korki kihány sebzése is jelent sokat, amikor ugye visszább lép egy kupacban a fönnetig, ahogy ezt már Darcy is többször elmondta, hogy csapatkompozícióban, Giant csapatharcban csinosabban néz ki, mint a fönnetig ugye egy-egy emberes elkapásaival, pedig HCC-vel függetlenül. Ez egy 5-5-ben nem mindig jön ki jól. Lásd, Malzának is lett volna végső képessége, de mire használja ki, amikor majdnem meghal. Is is meghalt volna, és igazából a 3 másodperc helyett inkább csak 3/10 tudta volna lefogni Mementót, mert jött volna hátulról a Dozer. A nyílbeszélt már húzta akkor is fel Hiku. Szóval ezek mind fontos tényezők. Ó, a csoda. A csoda tudsz, amit utálok. Zizirot kapunk. Ami eddig az alsó ösvényt védte. Tehát azért erre is odafigyelt a Giants csapata. Most pedig offenzíven ezekkel a felső ösvénye, hogy srácok, akkor most ide figyeljetek. Jó, ha nincs itt minden? Na akkor is. Ezt most jelen pillanatban Amazing mentette meg, mármint ugye a felső ösvényi invitort védő tornyát. Van még egy, az egy külső tornya a Fanatiknek. Erre kéne szépen lassan kimozdulni a Giantsnek, és amit én még mindig kiemelnék, amellett, hogy már megint 3 darab sejjelben van a kék csapatnak, az, hogy még mindig mérkőzésben van a Fanatik. Tehát még mindig nem lehet azt mondani, hogy persze 32 percnél járunk, van 4000 arany különbség, nyert a Giants. Mert hogy ettől még igencsak távol vannak. Mellé ment a kábítás Caps-től, de a Baronna sor ugye lejárt. Tehát azt mondom, most irányít a Giants, csak azon múlik, hogy a Fnatic még nem szól bele. Megint kábítás ki, menne mentóra, az nem is volt a rossz. Elég hamar a próbatétel azért most már kivégezte, amikor nem csak szóhasz püföldi ugye a kedves Knight-nek a próbájának, a tételének a lelkét, vagy mi az. Jó igazából a drone használat. Látható a Giants csapat, hogy visszább jön, megint akarnak majd küzdeni, harcolni. A középső és jön a Nexus tornyoknál vannak minionok, és jön a következő adag. Már Reckless megy is védekezni. Ez pedig ember előny lesz a Giantsnek. A T2-es torony megvédésén a Fnaticnek jóval nehezebb dolga lesz majd szépen lassan, hogy ilyen szalaj fölülbereni. Kemszedik villan! Wow, micsoda sebzés! De Flex is az arcába lép, és azonnal a CC-t az agyába teszi, meg se lehessen mozdulni. Jó a próbatétel Flex is, aki igazából nem foglalkozik vele. Mert minek? A végső képességület nem is fáj neki annyira, ráadásul visszalép a Fnatic, és ember hátrányban van. De Caps nem bírsz várni. Túl sokáig álltak egy helyben, állták a sebzés, ami Hikutól folyton jön, meg Korkitól is ugye rakétának köszönhetően. Nem lehet végigállni azt, hogy előbb-utóbb elfogyanak az életerők, ugye főleg óceán sárkány nélkül, nincs senkinél. Caps megunta, és bele is halt. És milyen hatása volt annak az Azeroth kapónak? Felső ösvényre most szóznak, oda kell mennie, hogy az alsó ösvényt nem védheti, ahol viszont cserébe el is bukják az inhibitort, ami már a második bedöntött inhibitor a Fnatic csapatának, és még így is talán éppen, hogy meg tudja menteni azt a tornyot. Cserébe viszont jön a teleporttal már, és igen, meg is érkezik. Bevág ugye négy ember, ez Eli, ez egyetemén nem egy rossz hívás még, de Amazing csak most jön meg. A hívás nem volt rossz, hogy oké, akkor most csapjunk vissza. De kristálynyilvessző nélkül nincs kit is hogyan lassítani. A többieknek oda is kéne érni. Én emlékszünk arra, hogy akkor jött a teleport, amikor még a Fnatic összesen állt az alsó inhibitor védésére. Tehát egy fényív távolsággal volt lemaradva a Fnatic az érkezésben. De Baronna sor születik. Hazament a Giants. Szóval nincsen, nem is lesz fél percig. Teleportja sem lesz. Ha a Fnatic ezt elkezdi, akkor meghalnak. Viszont ha megvárják ugye a Giantsnek az elkezdés és belepróbálják szólni, vagy megpróbálják valahogy lassítani, vagy megállítani a Baron szedését, akkor az még jó lehet. Nem véletlenül jöttek ide, tudják, hogy ez a következő Giants hívás, a Baron. Ehhez pedig nagyon jó inhibitorok is vannak bedöntve jelen pillanatban, alsó, illetve a középső, ezek vonják a legtávolabb a figyelmét a Baronna sortól a Fnaticnek, akik amúgy ugyanúgy itt vannak. Nincsen viszont teleportja szóznak, tehát ő is szedheti a lábait.
ennek a barannasornak a környékére, viszont közben figyelnie kéne arra is, hogy az alsó ösvényen nehogy túlságosan sok minion halmozódjon fel. És lassan elérhető lesz, hogyha jól látom Flexisnek ismételten az Ezérot kapuja, és a barannasort is viszik már minden isteni leosszajon itt a fanatiknak. Amazing, vöröst szedhet baron helyett, baron kevesebb, mint 3000 életerőnél már, Amazing pedig Krugot szed, elengedték ezt a barannasort. A fönnelték játékosok, nem sok mindent tudtak volna ezért tenni, szóval ez a közelben sem volt, ahogy mondtuk már, háromszor is elmondtuk, és újra elmondjuk, teleport nélkül nem fog tudod menni sehogy sem. Óriási üres kapu előtt áll a Giants. Csak be kell szépen terelni azt a lastit. Más dolga nincsen, a felső ösvényen nincs már. Egyedül kitakarítva a fönnelték bázisa. Egy torony és még kettő hátul, ami védi igazából a fönnelték csapatának valamilyen úton módon a bázisát. Ez pedig barannas a ráadásával szinte végig is lehetne tolni nagyjából. A középső ösvényen viszont az inhibitor. Viszont az alsó még egy jó darabig nem fog visszajönni. Ezen szó ez most dolgozott, hogy a darabig ne kelljen erre foglalkozni, erre figyelni, hogy itt majd valamikor jönnek a minionok, ugyanis jönni fognak. Dögivel, ők mindig jönnek. Sosem állnak meg. Ők az igazi hősök, a minionok. Következő csapatharcra nagyon jó lett volna, hogyha Szóhez be tudja fejezni a saját őrangyalát, amivel amúgy más még ezen a mérkőzésen jól látom, nem is rendelkezik. Helyette inkább Iron Solari medelyek vásárolt Flex is. Flex is tank, de azért mindent ő sem fog kibírni. Még az épesek Caps mellé lépés, jön Memento, ez a baj! Mert innetek ez, hogy tankra ment majdnem mindenki. Reckless hátul táncol, lesz ugrás megint Mementónak, majd villan Recklessre, és tovább is ugrik. A dupla ugrás, a Lömézing mellé parkol be, mégis ő is megvan neki. Ilyen a 3-0-ás Kha'Zix, meg 4-0-ás, ha adsz neki lehetőséget, hogy 1v1-ben mehessen, és nincs olyan túl nagy fókusz, akkor ő csípni fog. Szajaz marad, egyes, egyedül itt hátul, fönn, valahol a minionokkal. De a középső esélyen jönnek kék minionok. Jön hátul még ugye Hiku is. Ez a meccs. Nem volt egy eseménydús mérkőzés, de a Giants annál inkább szépen lassan megfojtotta a Fnaticet attól, hogy kapjon bármire is lehetőséget a mérkőzésen. 1-0 a Giantsnek. Aha. Ez pedig egy atyai pofon. Mennyi volt? 81%? Na valami ilyesmi. Egyelőre jól indít a Giants. Attól még lehet igaza a magyar szavazó közönségnek, de... De ez egy baromi jó start volt a Giants-től. És tudod mit? Jogosan tették azt, hogy nem nagyon vásároltak páncélzatot, az Maokai dolga. A varázs ellenállás pedig mindenki magára ruházta, így Elise-nek és Syndra-nak, a két másik sebzős hordozónak egyáltalán nem volt lehetősége bárkit is kiszedni vagy szétszedni, ami egyébként látszott is, mert a játék legutolsó csapatharcában, amit pont most láthattunk, az... Hát... Elise-nek egy nagyon csúnya villanással, aztán halállal ért véget. Így minden információnak a tudatában szépen lassan azért el kell mondani, hogy döcög a Fnatic alatt az a bizonyos út. Régóta vannak ezek a hullámhosszak náluk, hogy akkor most elmegy Yellow Star, visszajön Yellow Star, és mindig volt valami olyan faktor pluszban. Elég hamar megkapták a szót amúgy. Ó, de milyen szép lett. Na mindegy, szóval nem állnak túlságosan fényes, és itt lesz egy visszajátásunk arról, hogy Reckless, ha nem azonnal, ha hazafele ment volna azonnal sétálva, akkor nem hal meg. Viszont ugye ez az érkezés, és ugye a villanásoknak a korai elhasználása után a teljes lekövetés megjött volna, és meg is jött ugye a Giants-től, ez pedig... A nagyon-nagyon lassú, de mégiscsak gyilkosság. Miközben a felső ösvényen aktívan tevékenykedett a Giants, ők elhoztak egy tornyot, sőt, ha jól emlékszem, majdnem kettőt. Persze, meghal Flex is. Persze, egy tornyot elhoz a Fnatic. De ez megint nem a legjobb csere a részükről, mert... Meg is lesz a torony. Úgy emlékeztem, hogy ez nem lesz meg, de úgy tűnik, hogy ezt el tudta még Hikyu hozni, úgyhogy kettő tornyot ráadásul a Giants el tud hozni szépítésül, tehát még jobban is jönnek ki az egészből. Sajnálom picikét ugye ezt a felállást a Fnaticről, mert nem lett volna rossz amúgy, hogyha az ösvény fázisokat nyerik. Tehát ugye igazából a karaktereik, ugye ahogy te is mondtad, a te abszolút single eliminálásokra jó lett volna igazából majdnem minden funkciónál, majdnem minden lehetőségnél az első 18 perc, most mondtam egy számot hasraütés, amikor még nincs akkora nagy bődületes csapatharcok, de hogy az a rész, amikor igazán jó lett volna ez a
az ilyen típusú CC-kkel felruházott csapat abban a fázisban volt Amazing brutál hátrányban Mementohoz képest, és már ugye egy playmaker nincs akkor a csapatharcot nagy részében, mert ugye már saját jungle-ében sem volt védve vagy biztonságos jelenléte Amazingnek, és úgy gondolom, hogy ez egyszerűen Memento azt, amit amire jó a kezdés, amiben kellett, ő azt megnyerte, ezért Amazing már gyengébb volt a meccs azon szakaszában is, mire így nem tudta kihasználni azt a CC, azokat a kompokat, már jött a csapatharc fázis, egyszerűen beelőzte a terveiben a Giants a Fnaticet, bármennyire is volt potenciál a választásaikban, szerintem legalábbis a csapat kompozícióban, vagy ebben az egészben, amit csináltak. Próbálkoztak. Ami mint elképzelés jó volt, a visszajátszás után majd elmondjuk. Egyrészt a visszajátszásban gyönyörű szépen talált a villanásos helyezkötés, amiből gyilkosságot lehetett elhozni. Másrészt a kifárasztás az nem nagyon akadályozta meg, úgy tűnik, a sejemevel ellátott Varuszt, aki ugyan sebzéscsökkentésnek még mindig áldozata volt, viszont ugyanúgy tudott pozícionálni köszönhetően a sejemevnek, és így sokkal egyszerűbb volt eltalálni Mazárt. Szóval a gondolat, amit elkezdtem volna, az pedig az volt, hogy annyi varázsellenállást, ezt tényleg annyiszor kihangsúlyoztam, de annyira fontos, hogy annyi varázsellenállást vásárolt minden egyes Giants játékos, már majdnem a Zyra támogató is, hogy nem volt lehetősége sem Alice-nek, sem pedig Syndra-nak sebezni, tényleg sem ennyit a mérkőzésen. Ha Syndra nem tud ölni, akkor használhatatlan karakter. Mármint, hogy jó, ez egy kicsit erős volt. De a kábításai pedig már nem tudtak találni, mielőtt meghalt volna. Tehát én nem tudom, ez nem egy olyan mérkőzés volt, ami a Fnaticnak bármilyen formában is kedvezett volna. A fizikai sebzés hordozók pedig a Giants részéről, Kha'Zix, Kork, illetve Varus, megengedhették maguknak, hogy sejemövet és átok nyelőt is vásároljanak, mert ugyan egy kis idő ahhoz szükségeltetik, de ezek a defenzív tárgyak kinövik magukat, és sebzést is adnak majd a későbbiek folyamán. Ez az a barannasor küzdelem, amit Flexisnek adtunk, ugye, mint csillagos ötös. Azt mondta, hogy 8-9 másodpercig állt ugye egy helyben Amazing, hát körülbelül 8-9 másodperc volt, ez sok. Semmiképpen sem volt lehetőség arra sem, hogy villanjon, aztán befele valahogy még ott begubózzam, hanem inkább a sarabba gubózott be azzal a lehetetlenséggel, hogy odaférkőzzem, vagy a baralnásorig. Amit még oda bigyesztenék így a Syndra választáshoz, hogy ott pont a Fnatic védelme a T2-es toronynál a tökéletes illusztráció volt annak, hogy Caps szénné égett. Az, amikor a kezdeményezés hiányában levő csapat kompozícióban kell játszanod, mint vanás sebző hordozó, és hogy a szóhaznak nem sikerült egyszer sem úgy mennie, hogy a kristályövesszűnek legyen fizikai lekövetése, mert egy sejemével le volt ez reagálva általában. Itt szóhaz nem fér oda, ergo ki az, aki elkezd el küzdelmet? Egy Syndra végső képesség előtt ugye maga a kávítás, ami lett volna fontosabb, ezt nem tudta megtenni, és ott már villant azért, hogy ő egyszer egy jót kábíthasson, aztán instant beleállt a T2-es torony védelménél. Persze Hastinnak és Knightnak sem maradt túlságosan sok életereje, de nem haltak végül meg, és ahogy Darcy mondta, a Syndra nem öl, akkor végül is időzőben használhatatlan, pontosabban nem arra lett hozva, amire akarták volna, hogy mindenkit szénné öljön, amikor csak lehet. Tehát ez a Caps kirohanás már ott érződött, hogy kicsikét megállt. Tehát tehetetlen volt a Fnatic, mondhatni így is, a sok-sok sejemednek köszönhetően is, és a lekövetés hiánya ezeknek a tárgyak a használata miatt. Viszont egy jó szünetre mi elvándorlunk, egy ilyen 3-4 percemből jövünk vissza, a következő összecsapása ugyanúgy a Fnatic és a Giants a főszerepben, addig is, sziasztok!